elindult a képünk. Láthatjuk, ahogy készülődünk a versenyre. Jó, és zöld zászlónk van, rész 1 per 2, két körös versenyünk van. És nézzük. Igen, tudom, hogyan kell autót irányítani. Ez volt a kamera? Igen. Még rájövök a legjobb kamera beállítására, és aztán maradjunk szerintem ennél a harmadiknál. És akkor kezdjük valószínűleg újra a versenyt. Csupán itt visszamegyünk. Jó. Azt hiszem Ultra-ról le fog kellenem venni egy kicsit a grafikát. Igen, ez meg fog történni most. Nem Rules-nál. Options-nél. Graphics. Choose Preset, és... vegyük High-ra. Ugyanis FPS eléggé ingadozott. Igen, most már jobb, stabil 30-al. Előbb ilyen 24-25-re ingadozott, és nem volt annyira szép látvány, legalábbis nekem. Valószínűleg ti nem érzékeltétek így YouTube-on keresztül, ugyanis YouTube nagyon lebutítja a grafikát. Vagyis a videót butítja le, nem a grafikát. Grafikát azt a renderelés butítja le. De hát mindegy, YouTube-it szeretünk. Valamiért egy kicsit húz a kormány, amit nem nagyon értek, hogy miért. Hoppá. Kicsit későn fékeztünk, de hát nem baj. Első futamunk. Majd aztán valamit kitalálunk, hogy jobban is menjen a játék. Júj! Megcsúsztunk. Hát nem úgy néz ki, hogy valami nagyon jó eredményt fogunk elérni, mondjuk ez a gyerek itt kicsúszott. Jó, most már valahogy úgy kéne komolyan is venni az egészet. Nem csak hülyéskedni. Úgyhogy most már odafigyelek mondjuk így, ja, breaking pointra vagy hasonló dolgokra. Jó. Inkább lefékeztem, mert tudtam, hogy nekem fog hajtani, hogyha ott vagyok. Óvatosan beveszünk a kanyart, és valószínűleg jó kigyorsításunk van. Viszont jön egy még egy kanyar, úgyhogy nem nagyon tudom kamatoztatni. Autós játékokat eléggé nehéz kommentálni. Az vele az egyetlen gond. Jó. Közben elég sötét is van. Meg a játék is elég sötét. De itt mi történt veled? Úgy gyertek nekem. Razeres cickó. Kíváncsi vagyok benne, hogy én is kaphatok el a matricákat. Mert jó lenne. Jó. Második kört is. Körnek is a kb. Felénél vagyunk, és te meg belül megelőzöl. De mivel jobbra fog jönni a kanyar, hogyha jól ismerem a pályát. Igen, jobbra fog jönni a kanyar. Azért ott szépen meglökte engem. Itt. Szóval még menjünk, és mondjuk itt. Nagyon elrontom itt. Jó. És akkor fék. Teljes fék. Ugyanott kezdtem el fékezni, ahol ő és ő mégis be tudott érni. Hát ez hihetetlen. Legalább utolsók nem leszünk. Utolsó Joshua Cooper lesz. Ezt nagyon óvatosan próbáltam bevenni. Nem sikerült. Jó, és akkor még hajtsuk meg a legvégét. Itt vagyunk célegyenesre, ráfordító kanyarban. Ha jól tudom, akkor nem. Akkor arra még várhatunk.
Először itt van a kanyar. Hoppá. És utolsó leszünk mégis. Ugyanis nagyon itt van mögöttem. Ez a csapattársam lehet amúgy? Mindjárt megnézzük. Nem, ez a Razer-es csákó. Ez szép autóm lett. Jó, befejeztük. 15. helyem. Ha jól emlékszem. You've just seen a glimpse of what awaits you. And now, you're about to take the first steps in your motorsports career. Your goal? Take on each of the cross-discipline grid championships, culminating in the Grid Legends series. Competitions that only the best can compete in, and only a champion can win. But first, you'll have to race for increasingly more demanding and prestigious teams through the proving grounds of ever tougher championships spanning five single disciplines across touring, open wheel, endurance, tuner, and street racing. Welcome to the ultimate motorsports challenge. Welcome to Grid Autosport. Titeket is üdvözölt ebből, nem csak engem. Szóval akkor azt mondja nekem, hogy válasszak nevet. Úgyhogy a nevünk... Így. Age. Nationality. Most gondolkoznom kell, ugyanis... írjam ma a magyart, de akkor hazudok, mindegy, legyen magyar. Continue. Audio name, mail names, nicknames. Mama. Jó van. Night. Mi legyen a nevünk? Ranger. Az olyan szép név. Nem állt amúgy. Ugye visszatérve arra a magyarra, az állampolgárságom nem magyar. XP is what you need to earn in order to progress through the disciplines on your way to the Grid Championships. The settings available have an impact on the rate at which you earn XP. You can change these settings at any time. Jó. ABS, az igen, az jó ötletek. Racing line. Corners only. Ez nem az semmi XP-t, úgyhogy mindegy. Camera position. Any. Interior only-val kapok XP bónuszt. Rendben, hát. X3, X5. Legyen interior only. Jó, csak a plusz XP-ért. És akkor start new season. Each season you select one of five disciplines mit, to compete. Mivel akarunk menni? Right now, the grid championships are locked, but making progress across the other disciplines touring, will gain open you entry wheel. To these prestigious championships. So, make your first touring, endurance vagy open wheel. Legyen touring. Touring is high contact pack racing, where the emphasis is on the ability to overtake with confidence. Competing in cars with closely matched specifications, teammates must work together to improve their standings over a championship. Race weekends are often split into multiple rounds at the same location, where grid order is reversed for the second round. Érdekes. These are your available championships. Committing to the longer season will mean more races, but will also earn you more XP for the chosen discipline. Szóval még itt is választhatok, hogy melyikkel akarok menni. Eibach Touring Car League, vagy Piper Cross Touring Car Series. Ez Ford, ez Honda, ahogy látom, legalábbis a kezdőjén. Akarok kupát, nem akarok kupát, rögtön legelsővel megyünk. Razer,
Once you have chosen, you are with them for the season. The team target is what you need to achieve to fulfill your contract and bring in better offers season after season. Hit the team bonus for even more XP and more lucrative team offers. Na, akkor nézzük. Razernél kapunk 4000 XP-t, hogyha 8. helyen vagy magasabban végzünk a Drivers Championship-ban. Team bónusz kapunk, hogyha Emil Brooklundot kétszer legyőzzük. Két verseny alatt gondolom. Oakley Motorsportsnál pedig Team Target Finish, a Team Championship-be 5. vagy magasabb helyen. Team bónuszt akkor kapok, hogyha a Razer Motorsport fölött végzek a Team Championship-ben. Bízok a inkább saját Before you accept an offer from a team, tudásomban. Tab through the details for the season ahead to make an informed decision. Így egérre, vagy valamivel tudok váltani ott fent? Vagy... jó, mindegy. Accept contract. Szóval, loading. Loading. Pipercross Touring Car Series 2 Event. Season 1. Touring Cat C Touring Cars. Event 1 of 2/2 races. Intermediate Circuit Intercity Istanbul Park. 3,9 km. Intercity Istanbul Park Race 2/2 races. Ford. Okay, let's set the standard right from this first race. Nos, és akkor. Oakley Motorsportosat kell legyőznünk. Nézzük itt, mit tudunk csinálni. Nem sokat. Difficulty settings, akkor jó. Team objectives, gyakorlatilag tanulni gratis. Nyomjunk egy kis practice-t, de csak egy kis practice-t. An effective way to get past an opponent is to use their slipstream to get a higher speed. Get behind them, get close, and when you get the chance, come around them. You should be able to use that extra reduction in drag to your advantage. Valószínűleg meg fogom mégis változtatni ezt a kamerát, ugyanis nem sokat látok ki. Viszont hát nézzük, így mire vagyunk képesek. Először látom ezt a pályát, mielőtt valaki mondaná. De próbáltok ki ti is nyugodtan, elsőre garantálom, hogy nem fog menni. Hiába megy mondjuk nekem kormánnyal a Forma 1 professional settings-en, és összes verseny első vagyok. De jó, ez azért hazugság volt. De sok versenyen első vagyok. Ez nem fog menni. Pedig ez is Codemasters. Viszont itt azért a megcsúszás, illetve hasonló dolgot máshogy vannak benne beprogramozva. Ez jobb lesz? Nem lesz. Hoppá. Na, erről beszélek. Úgy megcsúszik, hogy ez kezelhetetlen lesz belőle az autó. És itt lemegyek a fűre. Júj. Mindent nem tudtam bevenni, viszont jó, egy kört mentünk ki, próbáltuk, hogy milyen is. Úgyhogy qualify, 3 kör, gondolom minél jobb időt kell elérni. Nézzük. 3, 2, 1. Jó, és akkor üzzük. Egy 47-es időt kéne elérnem, hogy Sophie Müllert, ami szerintem úgy lánynév, de mindegy, legyőzzük. Hoppá, megtartottam. Jó, egyelőre első helyen állok. Mondjuk egyelőre nem volt nehéz. Mert még csak 4 kanyaron vagyunk túl, ott az 5 flashbackünk, amit gondolom
külön-külön tudok használni kvalifikáción és versenyen is, nem egybe számít. Reménykedem benne, hogy nem egybe számít. Hoppá. Jó. Ahhoz képest, hogy milyen rosszul játszok, első helyen fogok végezni, úgyhogy valószínűleg a nehézségi szintet magasabbra fog kelleni emelni. Hogyha első körben megvan első hely, akkor szerintetek le kell menni a többi kört, és pedig nincs értelme. Fékeztem, buzi! Annyira fékeztem, hogy meg is álltam, de nem baj. Jó, és akkor gondolom cél egyenes. Hoppá, egy kicsit szélesre vettük a kanyart. Nézzük! Egyelőre elsők vagyunk, viszont csak 2 másodperccel. Ugye ennél egy kicsit jobb idő fog kelni, gondolom ők is fognak javulni így idővel. Amúgy az a megoldás tetszik így az interior graphicsban, hogy szakszavakkal fejezem ki magam, hogy a környezetünk az el van sötétítve, szóval itt tényleg csak a futamra tudunk koncentrálni. Ez elég szép megoldás. Szóval belülről nem a kidolgozottságra mentek, hanem arra, hogy jó legyen a futam. Mert mondjuk értelek egy vegyünk túraautó bajnokságot, ugyanis abban vagyunk, a WTCC, World Touring Car Championship. Ott a pilóták nem azt nézik, hogy a makaói strandon, ez csak egy pálya, makaói strandon milyen a kilátás, vagy nem azt nézik, hogy a kormányon ott légy, hanem figyelik az utat, és próbálnak minél jobb eredményeket elérni. Gondolom az volt a célja a játékfejlesztőinek, a Codemastersnek, hogy ez sikerüljön nekünk embereknek is. Hoppá, ez mondjuk szép kanyarbevétel volt. Jó, második kör. Fejezzük be. 7. helyen állunk. Első helyen állunk. Mondjuk ez egy nagyon profi kanyarbevétel volt, ugyebár egy idő után már jobban megy az embernek, amint egy kicsit hozzászokik az autó irányításához, illetve azt is tudja, hogy nagyjából mi következik a pályán. Jó, egyelőre jobb vagyok a saját időmnél. Ennél időnél nem nehéz jobb lenni. Na, nyomjunk el a tibányot. Innen kb. Így volt a tökéletes kanyarbevétel. Jó. Egy kicsit a rázon követ megkóstoltuk. Nagyon finom volt. Ez itt egy gyors kanyar, csak folyton elfelejtem. És megpróbálok fékezni, hogy ha ez nem játék lenne, akkor valószínűleg kirepülnék a szélvédőn. Jó. Utolsó kör utolsó felében vagyunk, és egyelőre első helyen haladunk. Ez egy kritikus kanyar, amit természetesen nem sikerül jól bevennem. Jó, töké. Így. Utolsó kanyar. Nagyon közel van hozzám kedves Ivan Kennedy. Úgyhogy remélem most egy kicsit jobb időt tudok menni, mint előzőleg, és... elsők lettünk. Remek.
Razert nem hattuk cserben. Egy 39-e, 3 másodperccel maradt el tőlem, ami eléggé soknak mondható. Közben eléggé hosszú videó lesz ez. És Full HD-re fog kellem kirenderelni, nem baj. Ez a negyedik. Nézzük a versenyt. Igen, tudom, hogy nem lesz könnyű velük, de remélhetőleg mégis. Az! Hú, mit tartottam meg? Igaz, hogy így elment az első helyem, de... Illetve itt mellettem a csap... Nem a csapattársam, de a csapattársam idegeskedik. Jó, itt beszúrunk. Belső íven, újra belsőn. És még egyet belsőn tudunk venni, úgyhogy ez mellett elmegyünk, remélem. Nem fogunk elmenni, mert ezt külsőn kell venni, nem, ezt is belsőn. Kicsit átvágtuk a füvet, de nem baj, itt is átvágtuk a füvet, de ez se baj. Ezt ebből így belevágtunk. Kicsit leszakadt a hátsó lakárítója, de hoppá, nem kicsit szakadt le. Teljesen leszakadt. Nem baj. Legalább gyorsabb lesz, ugyanis kisebb súlya van. Ezt nézzük meg, belső íves előzés. Elrontottam. Nem baj, nincs rivány. Megyünk tovább. Nem rontottuk el annyira. Újra belső ív. Itt nem tudunk előzni. Van elég köröm, hoppá, ezt nem kellett volna átvágni. Na, mennyi. Akkor inkább riványdolunk. 9 kör, hát ez hülye. Na, innen megyünk. Jó, most nem vágjuk át, és... Akkor... Te mögöttem ott maradsz. Téged, Ivan Kennedy. Megelőzlek, remélem. Júj! Most egy kicsit hallgassuk a bődületes motorhangot. Hát, ez is leszakadt, hát hihetetlen. Miből csinálják ezeket? Hoppá. Ez egy rewindot megér. Jó, itt szakadt le. És ebben voltam elfoglalva. Azt hát, hogy a pályát figyeltem volna. Ismételten egy kicsit füvezünk. Igen, észrevettem, hogy előttem van kevesebb, mint egy másodperccel. Ugyanis pont abban a pillanatban ütköztem a hátsójába. Jó. Jó, most... Kevés az a 230 km per óra, nem fékezünk ilyen korán. Hova fékezette? Júj, milyen szép előzés lett volna, hogyha ott elférek. De nem fértem. Te is ütközzél belém hátulról, te... Nem mondom ki neved. Nathan McCain. Skót vér. Kikör racinget kérjük, menjen. Hát, csapattársam az nem nagyon űzi.
valamivel, ha jól tudom, akkor tudom állítani a csapattársnak a agresszióját. Mert most mondjuk balanced az agresszió. Just get round them, take the place. Kíváncsi vagyok rá, hogy mivel. De mindegy, nem akarom tudni, hogy mivel. Csak menjünk. Ne fékezz ilyen korán, mert belér megyek, és az neked fáj. Na. Ki van nyitva a csomag, tartod? Ki bizony? Akkor most nagyon rossz a légellenállásod. Nekem meg nagyobb a szél árnyékom. Hoppá, kinyitjuk még jobban. Belső ívben. Még sok kör van hátra. És szerintem a köröket nem is kommentálom. Hanem mondjuk valami zenét. Vagy valamit bevágjunk ide. Úgyhogy... jó szórakozást, bármilyen zenét is sikerült találnom.
És megkezdtük az utolsó körünket, úgyhogy nézzük meg, mire vagyunk képesek ténylegesen. Közben-közben láthattatok néhány kisebb laggot, azért történt, ugyanis megnyílt közben böngésző barátunk. Úgyhogy nem kértem rá, de hát nem baj. Azóta visszaállt minden a 30 FPS-re. És láthattátok, hogy el is vesztettem egyszer a pozíciómat, amit most sikerült nemrég visszaszereznem. Egy több mint 15 perces futamon vagyunk túl, vagy hát még nem vagyunk, majdnem vagyunk túl. Még 3 vagy 4 kanyar. És van egy flashbackem hátra, hogyha valami történne még. Ezt így érdemes mindig meghagyni egyet a legvégére. Szóval ez az utolsó hosszú egyenes, ahol egy profi kanyart kell venni. Na hát, nice work, you beat your event rival and won the round, keep it up. Magbomb.